Tévés vetélkedőtől tulipános kerítésig. A tési tájház még nem nyitott meg, de már nagyon szépen alakul, és most itt ülünk benne Lippert Ferencer, a Tési Múlttal a Jövőért Egyesület elnökével. És természetesen erről a nagyon különleges épületről kérdezem, amihez számos terve kapcsolódik az egyesületnek és a falunak, és nagyon sok önkéntes munka van már benne, de erről majd később. Először arról a tévés vetélkedőről kérdeznél, ami úgy tudom, hogy a kezdete volt ennek az egésznek, ott formálódott meg a szerencse, meg az ötlet magja is. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Így van, ez egy 10-11 éve történt, még a régi M1 műsorán volt egy Bízunk benne című vetélkedő, és a faluból jó magam és 6 ember még eljött játszani azért, hogy a tésieknek egy tájházat teremtsünk, és egy közösségi teret. Tehát akkor már megvolt ez a terv, vagy ez az ötlet? A terv, az ötlet már megvolt, anyagi források nem voltak rá, és szerettük volna, hogy itt a falunak a közepén a régi parasztházakból egyet megvásárolni, és ott már a tájház kialakítása az már így formálódott. A közösségi tér az még úgy képlékeny volt, de úgy szerettük volna megcsinálni, hogy a népi hagyományainkon keresztül beérkezve egy tájház udvarra olyan közösségi programokat teremtsünk több korosztálynak, hogy a nótaest, néptáncgálák, akár egy rockkoncert, vagy egy bármilyen színpadi műsort megtekintve, mégis egy folklór, egy hagyományőrző udvaron keresztül érkezzenek meg hozzánk az emberek. Jó, de azért még ugorjunk egy kicsit vissza, meg kellett nyerni ezt a vetélkedőt, és úgy tudom, hogy a polgármester úr volt az, aki tulajdonképpen játszott, és a többiek segíthették, vagy csak... Így van. Hogy sikerült megnyerni? Fodor Bődös István, jelenlegi polgármesterünk, akkor még ő nem a polgármesterünk volt, őt is fölkértem, hogy játszon velünk, és ő volt az az ember, akivel elkezdtük magát az egész játékot, és a Szélelbéleltek zenekar, aki ma is fellép itt nálunk, velük összefogva indultunk el Budapestre igazándiból, és csináltuk úgymondván meg ezt az egész játékot. És ott a vetélkedőn volt olyan része, amikor még úgy tűnt, hogy megnyerik, nem nyerik, volt valami, minek köszönhető volt? Hát, jól felkészültek? Igazándiból próbáltunk rá felkészülni, de olyan sokrétű volt maga a játék, meg a kérdések, hogy igazándiból a játékos kérdésektől a nagyon-nagyon komoly történelmi vagy földrajzi kérdésekig minden szerepelt benne, úgy mindent ténylegesen nem tudtunk átnézni. Nagyon sokat játszottunk előtte, sokszor összejöttünk, játszottunk mindenféle társas játékot, mindenféle olyan történelmi játékot, amiből tudtunk tanulni, történelmi könyvekből, földrajzkönyvekből. Ha jól értem, a szerencse is segített, meg azért a az is, így van, így meg van. Meg talán az, hogy ilyen jó célra készültek vele. De ez igen, lehet, hogy az égiek ebben nagyon sokat segítettek. Tényleg az utolsó pillanatig azért voltak azért olyan pillanatok így visszagondolva, hogy azért olyan gázhelyzetek is előfordultak, hogy azért tényleg volt hiba is benne, szóval nem úgy meneteltünk előre, hogy teljesen biztos volt. És hát azért egy katartikus öröm volt, amikor megnyertük. Igen, és egy játék. És ezzel 2 millió forintot nyertünk akkor. Azért 10 éve a 2 millió forint nagyon nagy összeg volt, viszont még mindig nem volt elég arra, hogy megvásároljuk ezt az ingatlant. Na és akkor hogy tő? És igen, mert erről az ingatlanról is szeretném kérdezni, hogy erről a házról mit tudunk, mikor épült, mire használták, és hogy sikerült hozzájutni, hogy választották ki. A fehérvári püspökségnek egy kiszolgáló személyzete lakhatott valószínűleg régen itt, ebben a házban, több mint 200 éves, a kutatások még most is folynak, az értékbecslés és minden egyéb még most is folyamatban van. Valószínűleg a püspök úrnak, mert akkor még Fehér megyéhez tartoztunk, Fehérvár megyéhez, és hát úgy néz ki igazándiból, hogy valószínűleg a püspökségnek egy alkalmazottja lakhatta ezt a házat, több olyan árulkodójával van, hogy amikor annak idején a püspökséget itt elbontották, széthorták, vagy a felújítások, amikor történtek, vannak színes üvegek mondjuk a lakószoba a ajtaján, ami nem egy olyan külön, vagy hogy mondjam, az egy olyan különleges dolog igazándiból, nem volt megszokott azért egy parasztházban, hogy mondjuk színes üvegek vannak egy lakószobának az ajtaján. Nagyon különleges egyébként ez, hogy nagyon, tehát megvan a szobáknak az a régi hangulata, levegője, de kimondottan alacsonyak az ajtó bejáratok, tehát meg kell hajolni, vagy kicsit, hogy belépjen az ember, viszont
nem az a parasztházakból megszokott nyitott kéményes, nyitott kemencés, hanem egy nagyon komoly cserépkályha van ott, ami egyben kemence is, ha jól láttuk. De most így csak van, így van. Ráadásul még füstölőként is funkcionált, már ahogy felmértük, bebújtunk a kemencébe. A gyerekekkel amúgy a táborban is az az egyik Attrakció, hogy bebújunk a kemencébe. Hát 4-5 kisgyerek befér a kemencébe, akkor a füstölő van kiépítve benne igazándiból. És hát a célunk is az, hogy interaktívan mutassuk be magát a tájházat is, meg hagyományainkat is. Ugye mi az Egyesülettel a Bakonyi Vigaság Fesztivál szervezői is vagyunk, ami most a Covid óta egy kicsikét, mondhatni, hogy parkolópályán van. 2025-ben úgy néz ki, hogy kicsit a kezdetleges módszerrel, de újraindulunk, gálaestekkel és kisebb fesztivál hangulattal. És hát az egyik jelszavunk, hogy ne őrizzük a hagyományt, ne ápoljuk a hagyományt, hanem éljük meg a hagyományt. Akkor tudja egy magyar tényleg a magyarságát megélni, amikor velünk együtt táncol, velünk együtt lovagol adott esetben, vagy éppen a hagyományőrzőkkel egy kardvívást, egy tűzsonglőrrel, vagy bárkivel ott a hagyományőrző programokban részt vesz, és megéli a hagyományait. Kicsit ugorjunk vissza arra, hogy hogy sikerült az épülethez hozzájutni, és hogy sikerült így szépen fokozatosan alakítgatni, mert itt már nagyon sok minden megvan, meg nagyon jó Facebook oldala van annak a tájháznak, és ott én már követtem azt, hogy mennyi mindent lépésről lépésre, hol egy kis pénzzel, hol meg nagyon sok önkéntes munkával sikerült, tehát akkor még a vásárlás, meg azóta, ahogy alakult. Igen, hát ugye akkor a játékon nyertünk 2 millió forintot, utána sajnos nem sikerült rögtön ingatlanhoz jutnunk, viszont a kormány kitalálta, hogy a Magyar Falu programon belül a civil szervezeteket is támogatná, és a Magyar Falu programon keresztül sikerült akkora összeget nyernünk, hogy meg tudtuk vásárolni az ingatlant, és ezzel az összeggel, amit megnyertünk, 2 millió forintot, neki tudtunk állni az azonnali felújításoknak. Ez az ingatlan körülbelül 4 éve van a nevünkön, de hát itt erdőírtást kellett először végezni, mert annyira benőtte itt a faágak, a bokrok, hát egy nagy dzsindzsa volt hátul igazándiból. Már egy elhagyatott. Egy nagyon elhagyatott parasztházat vettünk meg, magát a hátsó telek részt, meg a hátsó házat, mert igazándiból két parasztház van egymás mögé építve, ez egy kétosztatú parasztház, duplán igazándiból, és egy bognár műhely volt még az udvarán, ami már nem bognár műhelyként funkcionált, hanem fatárolóként. Ezt a kis ingatlant újítottuk föl kiszolgáló épületnek igazándiból, mosdóval, zuhanyzóval láttuk el, és egy konyharésszel, hogy az ide érkező vendégeket tudjuk fogadni. És utána álltunk neki magának a tájháznak, és a másik parasztház, ami mögötte van, abból egy interaktív helység lesz, de hát igyekszünk azt is majd az anyagi forrásokhoz mérten felújítani majd. Ott szeretnénk majd befőzéseket, disznóvágásokat csinálni, hogy az idősebb generáció a fiatalokat betanítja mondjuk egy lekvárkészítésre, egy kompóteltételre, vagy éppen, hogy hogyan lehet egy finom húst akár elkészíteni. Mekkora szerepe volt az önkéntes munkáknak? Mi az, amit a helybeliek végeztek itt az egyesületi tagok kétkezi munkával? Hatalmas nagy önkéntes munka volt, és nem csak a helyiek, de nagyon sok tési is. Hát ezért érdemes elmondani, hogy az amerikai honvédség is járt nálunk, és ők is segítették a munkánkat. A Hajmáskéri kihelyezett, nem is tudom, valami elődandár századuk. Láttam, hogy a Hajmáskéri iskola meg Rátóti iskolánál valami tatarozásban segítettek, felkerestőmöket, hát ha eljönnek, és 20 katonát ide vezényeltek az amerikaiak, és az amerikai és a magyar honvédséggel karöltve segítették a munkát. Akkor cseréltük le a kis épületnek a tetejét, a tetőnek a szerkezetét az ácsoknak segítettek be, és az udvarrendezésben segítettek ilyen kisebb épületek elbontásával, kis tyúkol volt ez az, és akkor így szépítettük az udvart. Ők ebben segítettek egy egész napon keresztül, és emlékszek rá, hogy az egyik amerikai katona azt mondta, hogy azért már megérte eljönni segíteni, hogy kaptak egy igazi Hungarian gulyást. Ez nekik nagyon-nagyon nagy élmény volt. Nyilván nekik is vannak ilyen öntéskétes programjaik. Mi az, amit a helyiek csináltak? Meg gyönyörű tulipános kerítés került a ház elé. Így látom, van. Hogy van egy ilyen pici, a sok füves rész, természetes részt hasztak, de azért van egy pici térköves rész is. Igen, igen, hát ugye a rossz idő esetén a sarat nem akartuk dagasztani, ezért is az 50-es közösségi szolgálatos diákok is, a tésiek azok rengetegen voltak itt, de Várpalotta, a Székesfehérvár Veszprém diákja is itt voltak, és amikor
megálmodtuk ezt a Trianon emlékművet, amit a mai nap fogunk átadni. Igen, ezt akarom is mondani, hogyha egy picit a háttérbe hallanak hangolást, rakodást, ez azért van, mert egy nagyon szép ünnepre készülnek itt a tájházban ma a tésiek, illetve a Múlttal a Jövőért Egyesület, és erről fog a Ferkó beszélni. Így van, és hát maga a Trianon emlékmű, ugye nálunk ez egy hiánypótló dolog, mert tésen nem volt Trianon emlékmű, és úgy gondoltuk, hogy mivel mi a néptánca hagyományokkal foglalkozunk, és most már nem is Trianon napjának mondjuk, hanem összetartozás napjának, ami sokkal szebb, én szerintem is. Én is úgy gondolom, hogy nem csak tésen érzem magam otthon, mint magyar, de amikor Felvidékre, Erdélybe kilátogatok, ott is otthon vagyunk. Nagyon sok kapcsolatunk van táncsoportokkal külföldön, és erre szeretnénk is majd ráépíteni egy olyan programot, hogy minden évben egy elszakított területről szeretnénk néptáncsoportokat hívni, arra egy gálaestet rászervezni, a Várpalotai Trianon Múzeumba elvinnénk őket, és velük együtt koszorúznánk meg akkor június 4-én majd a magát a most felállított Trianon emlékművet. Különleges emlékmű, az egy kopjafa formája van, egy picit erről mesélne, hogy hogy alakult ki. Így van, úgy gondoltuk, hogy a tájházhoz igazándiból nem egy kő vagy egy faragott olyan szobor lenne itt, ami szebb lenne, hanem egy kopjafába gondolkodtunk. És hát ugye itt ezzel kapcsolatban jött az, hogy akkor már a front irányt fel kéne újítani, és akkor azt a csúnya betonos, szocreál vaskerítést, ami volt térhálóból, meg egyéb dolgokból, hogy elbontjuk, és akkor a kopjafalvatással együtt egy vadonatúj kerítést rakatunk, és akkor fogalmazódott meg bennünk, hogy akkor egy szép fa tulipános kerítést készítetnénk. Ebbe is a tésiek, Sturm János volt, aki segítségünkre sietett, és az ő elképzelése alapján készült ez a tulipános kerítés. A kopjafában pedig két ösküli barátom segített, Boros József és Siki József, akik a faragást és a kovácsolást végezték a kopjafánál. Azt hallhatták a hallgatóink ebből a beszélgetésből is, hogy itt élet van már ebben a tájházban, annak ellenére, hogy még nem nyitott meg. Ez mikor várható? Mikor jöjjünk vissza egy újabb beszélgetésre, ahol fotógalériával is, meg videóval megmutathatjuk majd azt. Már nem vagyok olyan bátor, mint a 4 évben folyamatosan, majdnem mindig azt mondtam, hogy évvégére megleszünk, de hát azért itt rengeteg még mindig a munka. Hát magát a kiállító teret elkezdtük, ezért is úgy hirdettük mára is, és tegnapra is a május vakitáncás, hogy tájház nyitogató, mert még nem a megnyitó, de már megtekinthető egy kisebb tárlat igazándiból. Szeretnénk őszre, esetleg évvégére, de legkésőbb jövő nyárra már teljes mértékben megnyitni magát a tájházat. A tájházszövetséggel is még mennek a tárgyalások, a műemlékvédelemmel is, milyen felújítást tudunk, akár tetőcsere, vagy akár a külső vakolás. Ha ezek is megtörténnek, akkor fogjuk ténylegesen megnyitni. Addig egyelőre még csak kisebb látogatásokat, csoportokat várunk. Már az egyesületünk oldalán elérhető az, hogy ha valaki esetleg csoporttal jönne, óvodások, iskolás korosztályú csoportoknak már osztálykirándulásra már megnyitottunk, sőt, már az udvar használata is nyáron már olyan szinten lesz, hogy baráti összejövetelek, ballagások, akár táborozásokhoz is már ki lehet bérelni majd a helységet. Szóval maga az interaktív, kulturális tér is már megnyitja kapuit. A nyár folyamán egy szabadtéri színpadot is föl fogunk már állítani a műsorokhoz, és bízunk benne, hogy műsorokat is fogunk tudni ide csábítani már az udvarra. Nagyon szimpatikus, hogy ez a tájház nem csak egy múzeum, ahol csak nézni lehet, és távolról nem hozzányúlni a tárgyakhoz, hanem a közösségnek egy élő helyszíne. Hát ahogy mondtam is az elején, az lenne a célunk, hogyha egy, most kicsit elrugaszkodunk, hogy egy rockkoncertre ideérkező fiatalok a tájházon keresztül jönnek be. Ha azt mondom, hogy egy belépő jegyben, amit a koncertre érkeznek, az is benne van, hogy meglátogathatják a tájházat, nagyon sokan fognak vele valószínűleg élni, mert ha már benne van abban az összegben, akkor miért ne nézném meg, és hogyha amúgy nem is érdekli, mert nem menne el, viszont ide jön egy koncertre, bármilyen jellegű koncertre, akkor is a fiatalok befognak egy kicsit menni, és csak egy csipetét meglátják. Vagy a népdalkörösök, vagy a néptáncosok, vagy ott a hagyományőrző csoportok egyike valamilyen szinten itt lesz, vagy szervezőként, vagy közreműködőként, és mégis fognak kapni egy csipetet belőle. Csak hogyha
én egy kicsit úgy szoktam, hát túl gondolom néha a dolgokat, de én el tudnám azt képzelni, hogy egy nótaest előtt a Tési Népdalkör mondjuk fellép, vagy akár egy olyan pop zenei vagy rock zenei koncert előtt egy néptáncsoport még fellép. És akkor mégis kapnak egy kis olyan pluszot, amiért az egész létrejött a fiatalok, vagy akár a még fiatalabbak, hogy azért a magyarságunkat azért egy kicsikét meg tudjuk erősíteni mindenkiben. Hát igen, mert nagyon sokan eleve kíváncsiak erre, de esetleg akiknek nem jutna eszükbe, azok is belekóstolhatnak, és azt gondolom, hogy ez sose szokott rosszul kijönni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, még jövünk ide Tésre, ha lehet. Köszönöm szépen, és várom is Önöket.